nagyon kedves elbeszélő művét olvasom fel most nektek. Szép karácsony, szép zöld fája. 8 éves voltam, a 3. elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek a városunkban. Karácsonyfát állítottak föl a szentélyben, az oltár mellett, és kerestek valami kis rongyos, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellettél egy házának Szegedtől kölcsön kérni. Futotta a kis húnoknak a maguk emberségéből is. De a Biblia példázat szerint sokan voltak a hivatalosak, kevesen a kiválaszthatók. Az egyik sejtített, a másikat nagyon kamaszolták, a harmadikat meg segédlettel lehetett volna a karácsonyfá elé állítani. Legtöbbnél még az volt a baj, hogy az ilyettségtől elállt a szavuk és sírva fakadtak. Utoljára bennem összpontosult a közbizalom. Elég rongyosnak találtak, sápadt kis arcom volt, és fésült nem álló vad fekete hajam. Sengett a hangom, mint valami úri kisasszonyé. Aztán nem félsz majd, kisfiú? Emelte fel az állam valamelyik tanító úr. Nem félek én, csak a kutyáktól, mondtam önérzetesen, és egy kicsit halkabbra vettem a szót, meg a bakteroktól. Megnyugtattak, hogy ezeket ne nevezték be a templomba, és kezembe adták a köszöntő verset, amit fehér tanító úr írt, Isten nyugtassa a halóporában. Szép, hosszú vers volt. A két első sorát még akkor is el tudom mondani, ha majd odafönt a nagy vizsgán találkozom a tanító úrral. Szép karácsony, szép zöld fája, mondta csak, honnan jöv el. Sok ilyen sose hallott furcsa szó volt benne, mint a mondta, meg a jövel, és ezekkel ríkattam meg legjobban a Daru utca népét a próbaszabálásokon. Akkor tapasztaltam először, hogy a szónok mindig akkor éri el a legnagyobb hatást, ha olyan mond, amit ő maga sem ért meg. Minden program szerint ment, még az idő is előírásosan viselte magát, karácsonybőtje reggelén akkora jégcsapok loptak a tetőkön, hogy a feldobott sapkámmal lebírtam törni a helyüket. Azóta se szopogattam jégcsapban a jó ízűt. Olyan rotha zsinkben szamatú volt, amilyen semmiféle cukrász nem tud produkálni. Amellett a torkot is edzette, és nagy önbizalmat adott a csepegtetett belém. Kezdő szónoknak nagyon ajánlhatom, a jégszak szopogatástól elmúlik a lámpaláz. Azt nem vettem észre az úton, hogy fáznék, mert szegény édesanyám rámadta a nagy kendőjét, csomóra kötve hátul a derekamon. Attól félek, mosolyodott el Honti Berta kisasszony, amikor meglátom, hogy ez a kisgyerek egy kicsit kullozza a rongyosságot. Mégiscsak kellene valami kabátot adni rá. Mindenki igazat adott neki, de hát hol vegyenek most egy gazdátlan kabátot? Szerencsére az iskola szolga ott ment el mellettünk, sietett a templomba, perzsa galléros ünneplőben. Nagyon mogorva öreg férfiú volt, de azért most beharmatozták a régi magasuk a lelkét. Én odaadhatnám a gyerköztek a bekecsemet, mondta egy kicsit mondatva, mintha a csodálná önmagát. No, azt megtizeti az Isten, Károly bácsi, repkedett Berta kisasszony, mindjárt neki fogott a jó ember kihámozni a bekecséből.
Jaj, kérem! Én nem ezt gondoltam, hogy ott visszajelten az öregember, hanem a hétköznapi, azt, amivel söpreni, tüteni, lámpát puszolni szoktam. Rám is adták, és bizonyosan nagyon jól állhatott, mert mindenki mosolygott rám, aki rám nézett. Csak ugyan eltakarta a rongyosságomat, alul csak a csizmácskám hegye látszott ki belőle, a kezem pedig egyáltalán ki sem látszott. A kezem feje a könyökéig érhetett. Arra is emlékszem, hogy nagyon finom petróleum szaga volt. A zsúfolt templomot sem felejtem el soha, ahova alig tudtunk utat törni. Elől az úri rendek, aztán a subás, közbönös kiskunok, a berlinelkedős öregasszonyok. A sötét oltárokon csillogó viasz gyertyák szaga összekeveredett a karácsonyok püstökével, a mézes fokhagymáéval. Olyan nagy volt minden, és én olyan kicsike. Székre kell állítani azt a hüvelykmacsit, hiszen így egészen elvész. Föl kell tenni a kőpadrára a gyereket, mondta valaki. És már akkor föl is nyarán voltak, és ráállítottak a márványkorlátra, ami a szentélyt elválasztja a hajótól. Egyszerre mindenkinél magasabb lett meg feje. Hó, nem leszek én soha többet olyan nagy, mint akkor voltam a Félegyházi öreg templomban. Sokáig, nagyon sokáig álltam ott, mert meg kellett várni, amíg a polgármester úr megjön. A karácsonyi gyertyácskák megnyújtással is nehezen ment, és én már kezdtem álomba zsibbantja a márványpatkát. De végre minden gyertyán kigyúlt a lángvirág, és Szente Tanító úr megrántotta rajtam az úri kabátot. Csak bátran felicském! Hát miért ne lennék bátor? Már csengett, fizött a szavam az emberek felett, mint az angyaloké a betlehemi mezőkön. Szép karácsony, szép zöld fája, mondsad csak, honnan jövel? Itt az instrukció szerint szétvetettem a két karomat, és a hosszú lerógó kabátújak akkorát lebbentek, mintha valósággal szájön nőttek volna. Ez olyan öröm volt nekem, hogy ha kellett, ha nem, minden strófa után röptettem egyet. Ki is gesztikuláltam magam egy egész életre, de szereztem is olyan sikert a fehér tanár úr költészetének, hogy Mihály arkangyal is abba hagyta a szószék oldalán a sátán taposást, és szalutált a lágtagjával. Ember vagy Felicske, jelezte Szente Felicske úr, annak a pillanatnak az elérkezték, amikor a szónokot minden elfogadható oldalról üdvözlik. Most már lejöhetsz, add ide a kezed. Persze csak a kabát ujját adhattam oda, amelynek első régióban a kéz tartózkodott. De nem a kézzel volt a baj, hanem a lábban. A lábak nem akartak mozdulni, mintha gyökeret vertek volna a kőben. Gyere hát, nem hallod? Rántotta meg a tanító úr mosolyogva a kabát ujján. A nagyságos úr akar megsimogatni. Egy nagyságos úr volt akkor az egész városban, a követ. Az pedig akkor Holló Lajos volt. Felejthetetlen szép férfi arca, már akkor ott mosolygott alattam. Átölelt a térdemet, és hangja már simogatott. Gyere kis pajtás, majd neveszlek. Nem, nem eresz a lábam, hogy orrom pityergő görbül szájjal. Megjegtem, mert csak ugyan úgy éreztem, mintha a lábam hozzámült volna a márványhoz. Mi a macska? Nem eresz a lábad, nevetett a nagyságos úr, és erősen magához rázott. Az egyik lábam elszabadult, de abban a percben el is gyarította magam, és pedig jó kihadósat. Jaj, ne bántson! A mosolygó arc lehajolt a lábam fejéhez, és Berzt a kisasszonytól hallottam később, vérehagyottan emelkedett fel. Szent
Isten! Ezek a kisgyereknek odafagyott a lába a bálmányoszlophoz. A másikat már óvatosan engesztették föl, mert az még jobban összebarátkozott a bálmánnyal. Utóbb kiderült, hogy az alkatlan csizvácskám az úton havat jegett fölszegett, vagy ártomban előbb odaolvadt a meleg talpa alatt, aztán megfagyott és hozzátapasztott a bálmányhoz, ezért nem tudtam onnan lelépni. Se baj, kikerül a maga foltjából, nyomogatta lábam Sor doktor úr. Ahogy ott feküdtem, összeszorított szájjal a követünk köré. Tudta a doktor úr, hogy a kenyérsütő asszony fia vagyok, hiszen én vittem hozzájuk minden pénteken a kenyeret azon melegen, hogy a kemencéből kiszedtünk. És különben is ismerte a fajtámat, hiszen a szegényes doktorra volt a kis kopaszemben. Hanem azért azt mondta, hogy jó lenne elszalajtani a városi előfogatosét. És így ültem először életemben túli hívon, ami csak lépésben haladhatott a bőrruhás kiskunom és a belvinérkedős asszonyom sokadalmában. Elfűnőbben haladtak a templom téren. Sokan még akkor is törölgették a szemüket a meghatottságtól, és dicsérő szavakkal illettek. Én pedig nem éreztem semmit a királyi dicsőségből, amellyel bevonultam a Darab utcába. Csak azt éreztem, hogy parázs sütögeti a lehúzott talpamat. Akkor támadt először világtalan kis agyamban az a gondolat, hogy van egy téli Isten is, aki más, mint az Isten, aki a nyaralt mosolyogja.